A Drávai Gizella nyelvhasználati és Karádi László helyesírási vetélkedővel megkezdődött a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség tantárgyi vetélkedőinek első fordulója. Idén több helyszínen indultak el a vetélkedők elődöntői. A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán tartották a beregvidéki diákok megmérettetését. A Pedagógus Szövetség a vetélkedők tesztfeladatainak elkészítésére idén is a Rákóczi Főiskola tanárait kérte fel a jelenleg érvényben lévő általános és középiskolai, valamint a tehetséggondozó oktatási intézmények követelményrendszerére épülő ismeretanyag felhasználásával. A 2022-2023-as tanévben a KMPS döntése alapján két fordulóban szervezzük meg a versenyeket. A versenyeknek 12 kis körzetben elődöntői zajlanak, gyakorlatilag a döntés értelmében a karádi, illetve drávai versenyek egy napra kerültek, és ezekkel indítjuk a versenyeket. Magának ugye az anyanyelvi versenyeknek a célja az, hogy a nyelvhasználatot, a nyelvhasználati tereket, azokat bővítsük, a nyelvhasználatot erősítsük a hallgatókban, a gyerekekben az anyanyelv iránti elköteleződést formáljuk, lehetőséget adjunk a minél szélesebb körű megmérettetésre. Az idén is 5 különböző versenyt tartanak a magyar nyelv a nyelvhasználat tematikájában. KMPS-nek többféle anyanyelvi versenye van, ugye a Karádi László helyesírási verseny elsősorban a helyesírási képességeket méri, a drávai verseny inkább a szövegértést, a nyelvhasználatot, tehát a nyelvhasználatnak az egyéb területeit fedi le, és ezen túlmenően még a Kazinci verseny, illetve az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny, az, amely szintén anyanyelvi kompetenciákat, képességeket mér. Tehát igazából az a célunk, hogy a nyelvhasználatnak minél több területét lefedjük, és hát amellett, hogy megmérettetnek a tanulók, ösztönözzük is őket arra, hogy minél változatosabban, több módon használják az anyanyelvet, és kötődjenek a nyelvhez. A kistérségi elődöntőket követően megyei döntőt is szerveznek. A közeljövőben gyakorlatilag egy hónapon belül az elődöntők eredményei alapján meghívjuk a Beregszászi központba azokat, akik tovább jutottak. A végleges eredményekről a résztvevők szerdán tájékozódhatnak a KMPS honlapján.